Ez a videó egy összegzés lesz a 2021-es évemről. Igazából az a tervem ezzel a videóval, hogy elmondjam így a tapasztalataimat, hogy mennyi dolgot tanultam ez alatt az egy év alatt, mind vállalkozó, illetve mind filmes. Röviden magamról, én Németh Norbi vagyok, 22 éves, és körülbelül 2 éve foglalkozom komolyabban így filmezéssel, videózással. Ez a 2021-es év volt ez az első év, hogy főállásként tekinthettem erre, hála nagyon sok dolognak és nagyon sok embernek. Egy kreatív ügynökséggel dolgozom együtt. Ők voltak azok, akik így megbíztak bennem, hogy komolyabb munkákat is adjanak, és kialakult egy tök jó kapcsolat közöttünk, és tényleg nagyon hálás vagyok nekik, hogy ilyen sok munkát, illetve lehetőséget adnak. Így évelején elindítottam az egyéni vállalkozásomat, közben alapítottunk egy betéti társaságot is, így a munkák mennyisége miatt kellett egy új céget is létrehoznunk, ezt testvéremmel készítettük, mivel ő is elkezdett szépen lassan így együtt dolgozni velem, igazából ő intézi így a csapatunkban a videóvágásnak így 70-80%-át, és így most már tényleg csapatban tudunk együtt dolgozni ezeken a nagyobb projekteken. Három rövid tanács per tapasztalat, ami így megmaradt, így a legfontosabbak szerintem, amiket így tanultam az első évben, és meg is szeretnék veletek osztani. Az első, és szerintem a legfontosabb, ami az előző témához is kapcsolódik, az, hogy kik azok a munkatársak, akikkel együtt dolgoztok egy projekten. Szerintem ez egy hihetetlenül meghatározó része így a folyamatnak. Például múltkor volt egy forgatás, ahol valami útban volt, és éppen forgott a kamera, és én nem tudtam azt a dolgot onnan elpakolni. Annyit csináltam, hogy ránéztem, és ránéztem utána Mátéra, és Máté már konkrétan a tekintetemből tudta azt, hogy mit szeretnék, és kapásból segített is benne, és tényleg ilyen emberek, akik annyira egy hullámhosszon vannak veled, szerintem ennél jobb dolog nincs így egy forgatáson. A második ilyen tanács az időbeosztásra vonatkozik. Ugye így, hogy az ember saját magának az ura, sokkal nagyobb a szabadság, viszont sokkal több is így az idő, amit elfüttyenthet különböző nem fontos dolgokra. Kell csinálni szerintem mindenkinek egy napi rendet, konkrétan papírlapra, mert szerintem sokkal jobban megmarad így az egész, illetve jobban is motivál, hogyha már egyszer leírta az ember, nem csak bepötyögte így telefonba, és pont most cseréltem egyébként lapokat, igazából így ez az előző évem. Tehát vannak ilyen napirendi pontok, vannak, amik ilyen nem annyira fontos dolgok, azok csak így oda vannak írva, hogyha ha lenne rá időm, akkor ezeket is megcsináljam, így kicsit így rendszerezve a dolgok, és nekem ez itt tökre bevált. Harmadik ilyen dolog, ha valaki ebbe belekezd, akkor nagyon sok ideje rá fog menni így az elején, az pedig az árajánlatkészítés különböző megrendelések esetén. Nekem rengeteg időmet elvette, és egyébként konkrétan a lelkemet kiszívtál ezek. Folyamatosan szorongtam amiatt, hogy hú, most milyen árat adtam, hogy most ez túl alacsony volt, túl magas, nem tudom belőni, hogy mi ez, mert senki nem mondta meg, hogy mi ez, ami úgy jó ár lehet. Külföldi videósokat néztem mindig is, és náluk teljesen más ez a rendszer, tehát teljesen más árak mozognak, és így nagyon durván nehéz szerintem belőni így, hogy milyen árat adj egy bizonyos projektre, ott is egy csomó fajta van. Most felhív valaki telefonon, hogy szeretne egy rendezvény videót, és hogy mennyiért csináljuk, és akkor
most erre mit mondasz? Tehát ilyenkor mindig ilyen befagyás volt nálam, de megtanultam, hogy nem szabad kapásból így telefonban árat mondani, mindig meg kell mondani a megrendelőnek, hogy mondjál részletesen, hogy mit szeretne, adjon egy elérhetőséget, megküldjük azt, hogy mit szeretnénk megtudni erről a projektről, és akkor küldünk egy írásos ajánlatot erről, de van, aki nyilván folyamatosan van mindig, aki... Na igen, szóval ezek nagyon időigényes folyamatok, mindaz, hogy megtalálni az embereket, akikkel együtt szeretsz dolgozni, meghatározni a napi rendet, meg tényleg az ajánlatok adása. És ezek mellett egyébként én nagyon-nagyon élveztem ezt az évet, tök sok izgalmas projektben vehettem részt. Csináltunk pár videót az ORFK-nak, csináltunk még évelején egy ilyen köszönetnyilvánító kampány, még az előző évre visszatekintve, hogy tök jó, hogy besatolták a biztonsági övet az emberek, meg hasonlók. Aztán volt egy iskolakezdési kampány, hogy vigyázzunk a gyerekekre, mert ilyenkor rohangálnak mindenfele. Volt az őszi, az már egy nagyon nagy lépés volt, mert ez egy ilyen montázs jellegű reklámfilm volt, sokkal több szereplővel, több helyszínen. Talán ezt élveztem így az egész évben a legjobban, ezt a projektet. Aztán volt utána a karácsonyi kampány is, a kreatív ügynökség marketingesével mi terveztük a sztorit, és én voltam a rendezője így a projektnek. Részt vettek többen is, Lili volt a sminkesünk, Máté volt a világosító, Marci volt az operatőr, Bálint volt a verkfotósunk, és tök jó volt, hogy így megint egy csapat jött össze így erre a projektre. Ezek mellett voltak másik megrendelések is, az Audinak csináltunk egy reklámfilmet, csináltunk a VKV-nak több ilyen kis toborzó filmet is, a Vaskakas Sörfőzdének egy nyári sörös túrázós videót a kreatív ügynökséggel, aztán egyetemnek csináltunk több munkát, inkább ilyen interjú jellegűeket. Open Art Night. Open Art Night egy ilyen kiállítás sorozat, egy fotókiállítás sorozat, azt is mi csináltuk így a kiállítás videó összevágását a különböző képekből. Ez nem olyan filmes dolog volt, de egyébként tök kreatív volt, és animálnunk kellett képeket, ez is egy nagyon érdekes feladat volt, de volt, hogy kellett hozzá videóznunk interjúkat, beszédfelvételeket, klippeket csináltunk hozzá, ez is tök érdekes volt. Amit én nagyon élveztem, még az állatkertnek, Győri állatkertnek is csinálhattunk egy filmet, én nagyon közel állok ehhez a állatos témához, úgyhogy ennek is nagyon örültem. Személyes projektek is voltak, hála Istennek ebben az évben. Mónival csináltunk még egy tök nagy projektet. Nem tűnt olyan nagy projektnek, igazából csak itt videózgattunk a szobámban, kimentünk természetbe is kicsit videózgatni, és egy ilyen versfilm keletkezett belőle, a Káosz. Nagyon jó volt, ezt nagyon rettentően élveztem csinálni, így a vágását is, a felvételeket Mónival. Móni tudja, hogy milyenek ezek a projektek, nagyon, nagyon király vele is ilyeneket csinálni. Aztán Lilivel csináltuk most ez a év végén a Sync című kis filmet. Kicsit elborult lett, de nekem, hogy mondjam, közel áll ez is hozzám, mert ez mind olyan dolog, amit mi találtunk ki, és mi valósítottunk meg, és fú, nagyon, nagyon jó ezeket csinálni. Úgyhogy mindenkinek azt tudom javasolni, hogy vágjon bele abba, amit szeretne, erőteljesen nézzen utána annak a témának, próbálja ki magát benne, és tényleg bízzatok abban, hogy ez hosszú távon kifizetődik, hogyha valaki annyi energiát beletesz valamibe. Ezzel a YouTube csatornával igazából az mostantól a célom, hogy továbbra is megosztom itt a kis személyes tartalmaimat, illetve hát hasonló YouTube videókat szeretnék csinálni, konkrét forgatásokat bemutatni ilyen work videók formájában, tapasztalatokat elmondani bizonyos eszközökről, lámpákról, kamerákról, akár így kezdőknek is, hogy mi az, amivel úgy érdemes elkezdeni ezt az egészet. Úgyhogy akár így kommentekben is szívesen várom, hogy milyen kérdésekre tudnék esetleg választ adni. Remélem, hogy segítettem ezzel a videóval, és további szép napot, estét!